rajtunk múlik, akkor április 15-e után korlátlanul ki lehetett volna lakoltatni mindenkit, akinek a feje fölött devizahitel van, és aki esetleg nem tudta fizetni a hitelét, az új kormányra volt szükség ahhoz, hogy ezt a kilakoltatási moratóriumot meg lehessen hosszabbítani. Ezek tények, képviselőtársaim, teljesen felesleges vitatkozni vele, ezek a tények. Április 15-ig tartott a bajnai kormány által meghosszabbított, bajnai kormány által bevezetett moratórium, ami ráadásul azért is egy ravasz döntés, mert önök is nagyon jól tudták, hogy új kormány nem lesz egyébként több mint másfél hónapig. Tehát szándékosan úgy hozták meg egyébként ezt az intézkedést, hogy lehetőség szerint jóval az új kormány hatályban, hivatalba lépés előtt le tudjon járni. Tehát ezek azért elég elgondolkodtatóak. Ennyit az önök hozzáállásáról devizahitelesekkel kapcsolatban. Semmilyen érdemi megoldást nem nyújtottak. Sőt, azt se felejtsük el, hogy egy milyen kiszolgáltatott helyzetet örököltünk. Az országgyűlésnek az előző év őszén jó néhány helyen a pénzintézeti szabályozásokat módosítani kellett annak érdekében, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak a hitelesek. Hát mert például a középárfolyamokra vonatkozó szabályozást nekünk kellett bevezetni. Éveken keresztül eszükbe sem jutott, hogy legalább etéren megpróbáljanak kiszámítható viszonyokat teremteni. Az országgyűlésnek kellett az előző év őszén ezeket a döntéseket is meghozni. Tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, hogy ahhoz a felelőtlen hozzáálláshoz képest, amit az előző kormányok tanúsítottak, az a megoldási csomag, ami elénk került, az egy komplex és ráadásul egy jó megoldási lehetőség. Jó megoldási lehetőség, mert a valós problémákra próbálunk koncentrálni. Ugye a devizahitelek esetében, ha számszerű adatokat nézünk, akkor körülbelül a 75%-át a deviza alapú lakáshiteleknek, illetve lakási jelzáloggal fedezett szabad felhasználású devizahiteleknek, a 75%-át azt az emberek tudják, tehát a családok tudják rendesen fizetni, valószínűleg a túlnyomó többségük vértizzadva tudja ezt megtenni, 25%-ánál vannak ma fizetési problémák. Én azt gondolom, hogy mindenki számára egységes megoldást kell kidolgozni. Az egyértelműen kiderült a különféle kutatásokból, piaci elemzésekből, hogy a legnagyobb problémát az jelenti, hogy kiszámíthatatlanok a törlesztő részletek. A kiszámíthatóság irányába egy óriási előrelépést tesz a tisztelt ház azzal, hogy egyébként az árfolyam rögzítéses megoldást elfogadja. Mostantól kezdve a törlesztő részletek kiszámíthatóvá válnak. Aki ezt a konstrukciót választani fogja, az gyakorlatilag eléri azt a helyzetet, hogy pontosan tudja, hogy mennyi törlesztő részletet kell fizetni januárban épp úgy, mint decemberben, ráadásul csökken a törlesztő részlet. Ha jelenlegi árfolyam szintet vesszük figyelembe, akkor gyakorlatilag ötödével csökkennek a törlesztő részletek. És szeretném hangsúlyozni, hogy mindazon hírekkel ellentétben, amelyek megjelentek a sajtóban, ezt az árfolyam rögzítéses megoldást a szabad felhasználású hiteleknél is igénybe veheti mindenki, akinek a jelzáloga a lakására van bejegyezve. Tehát itt csak a jelzálog az előfeltétel ebből a szempontból, ez egy jelentős előrelépés. Nyilvánvaló, hogy azok körében, akik valamilyen banki, jelenleg banki fizetéskönnyítő megoldásban vesznek részt, ott is igénybe lehet ezt venni, de akkor a banki fizetéskönnyítő programból ki kell lépni. Tehát annak az a feltétele, hogy a banki fizetéskönnyítő programból akkor még azelőtt, mielőtt a bejelentés megteszi, a kilépés meg kell oldani, a kettő együtt ugyanis technikai okok miatt is nagyon nehezen működik, hiszen a banki fizetéskönnyítő programok egyébként sokkal nagyobb mozgásteret is engednek, viszont kétségkívül rövidebb ideig tart a hatókörük, ezt az embereknek el kell dönteni, 2 évre kíván fizetéskönnyítést, vagy 4-5 esztendőre, annak alapján kell a választást megtennie. Ezt egyébként azért szeretném elmondani, mert tegnap az MSZP szóvivőjétől mindenféle ezzel pontosan ellentétes nyilatkozatokat láttam a sajtóban, amelyek egyébként nem felelnek meg a törvény betűjének, és messze nem felelnek meg a valóságnak. Másik oldalról, tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, hogy azért is egy komplex megoldási javaslat ez, mert azoknak is lehetőséget nyújt, akik már egyértelműen még a könnyített feltételek mellett sem tudják fizetni a hiteleiket. Persze visszatérnék egy pillanatra arra, elhangzott itt sokszor, hogy mi van utána. Én azt gondolom, hogy itt is egy kiszámítható pályát kínálunk, hiszen a törvény rögzíti, amit a bankok is elfogadnak, hogy 2015. január 1-től is a törlesztő részlet most 5-ével könnyebbül, tehát 20%-kal lesz kisebb, és 2015. január 1-től maximum 15%-kal emelkedhet meg. Tehát itt van egy olyan garancia, ha önök ezt törvénybe foglalták volna a korábban már a deviza alapú hiteleknél, akkor ilyen probléma nem lenne, nem is kéne ezzel a háznak érdemben foglalkoznia. Tisztelt képviselőtársaim, a másik, amire érdemes rámutatni, hogy a svájci frank alapú hitelezésnek milyen veszélye volt, az, hogy egyébként nem azzal van a probléma, hogy devizahitelek voltak. Ma például, ha megnézik az euró alapú hitelt,
Én vettem fel euró alapú hitelt, az az igazság, hogy ma annak az árfolyama az eurónak egy kicsit alacsonyabb, mint az az árfolyama, amit én annak idején fölvettem. Tehát az euró alapú hitelekben volt a kisebb kockázat, a svájci frankban volt a nagyobb, de ez a kockázat azért van, mert Magyarország ezt a kockázatot nem tudja befolyásolni. A svájci frank euró keresztárfolyam változott egy óriásit, ma már lassan abba az irányba, hogy akár még az a pillanat is eljöhet, hogy majdnem egy-egy lesz a két árfolyam ehhez képest, és ezt egyébként azok a bankárok, és azok a pénzintézeti vezetők, a pénzügyi kormányzat vezetői is tudták, mert a svájci frank többször viselkedett már így. A 80-as években is viselkedett így, tisztában voltak vele, hogy milyen kockázatba kergetik bele az embereket. Ezt nem tudjuk befolyásolni, a svájci frank euró árfolyamot nem tudja befolyásolni a magyar kormány. A svájci frank árfolyama nem azért magasabb, mert a forint gyenge, hanem azért magasabb, mert az euró gyengült meg a svájci frankhoz képest, és Magyarország csak az euró és a forint árfolyamát tudja talán valamennyire befolyásolni, a svájci frank euró kereszt árfolyamot nem. Ezt önök pontosan tudták, ennek ellenére nem akadályozták meg a svájci frank hitelek keletkezését. Tisztelt képviselőtársaim, az elénk kerülő megoldási javaslat szerintem azért is jó, mert például a moratórium feloldásánál, a kilakoltatási moratórium feloldásánál felelős megoldást választunk. Felelős megoldás az, hogy először a nagyobb értékű hiteleknél oldjuk fel, tehát a 30 millió forint feletti lakásoknál és 20 millió forint feletti hiteleknél, ott, ahol egyébként van lehetőség arra, hogy az illető kisebb értékű lakásba költözzön, és így szabaduljon meg a tartozástól, és erre a kormány egyébként egy támogatott kamatú hitelt nyújt. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy felelős megoldás. Ugye azoknál pedig, akik már nem tudnának kisebb lakásba költözni, mert elég kicsi az, amiben laknak, vagy kicsi értékű, ott szociális alapú megoldást kínálunk. Ott egyrészt nem oldjuk fel korlátlanul a moratóriumot, hanem egy árverezési kvótát vezetünk be százalékban, és ez az árverezési kvóta lehetővé teszi, hogy akár az eszközkezelőn keresztül, akár lakásépítési programmal a kormány mindig a költségvetési lehetőségeinek megfelelően tudjon beavatkozni. Idén ez körülbelül 2000 lakást jelent, hiszen körülbelül ennyinél oldódik fel a 15 millió forint alatti lakásoknál egyébként az árverezési moratórium, utána pedig értelemszerűen többet, de a költségvetési lehetőségekhez igazodóan felelősen tudunk bekapcsolódni. Itt szeretném leszögezni, hogy az az álláspont, amit sokszor hallottam itt ellenzéki frakcióktól, az MSZP-től például a bizottság üléseken is, ami arról szól, hogy egyébként miért nem adunk 500 milliárdot arra, hogy minden rossz hitelest kiváltsunk, erre azt mondani önöknek egyrészt felelőtlen hozzáállás, másrészt pedig ezt hívják bankkonszolidációnak. Megértem, hogy az MSZP ezt az álláspontot szeretné képviselni, mert ők most is azt képviselik, ami a bankoknak jó, ahogy az előző 8 évben is azt képviselték, de mi ma olyan megoldást próbálunk választani, ami egyébként az adófizetők számára is elfogadható, és ahol a terheket együtt viselik a bankok, mert ebben az esetben ők viselik egy jelentős részét, hiszen például a garanciadíjat ők fizetik egyébként a garantált hitelek után. A bankok azok, akik egyébként kénytelenek leírni a követelés egy részét, tehát ebből a szempontból azt gondolom rajtuk van a legnagyobb teher, a következő a hiteleseken, és a harmadik pedig a kormányon, illetve az adófizetőkön. Azt gondolom, hogy ez a felelős megosztása annak a javaslatnak, ami elébünk került. Én ezért kérem a tisztelt országgyűlést, hogy mindenki támogassa ezt a megoldási javaslatot, mert ez valóban komplex, egyrészt piackonform, eurokonform, nem növeli az államadósságot, és figyelembe veszi a valódi lehetőségeket, és tényleg érdemi segítséget jelent a devizahitelesek túlnyomó többségének. Köszönöm a figyelmüket. Tájékoztatom önöket, hogy az MSZP 12 jelenlévő képviselő közül 7-en jelentkeztek 2 perces felszólásra, de türelmüket kell kérnem, mert előbb meg kell adnom ügyrendi jelentkezőkét, Göndör István MSZP képviselőnek a szót. Képviselő, amint jegyzőként ön jól tudja, 1 percben tegyen javaslatot, ügyrendi javaslatot, és 2 percben van módja indokolni. Öné a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, és kérem tisztelettel, hogy ne vegye úgy, hogy az ülésvezetést bírálom, de szeretném felhívni az ön figyelmét a házszabály értelmező rendelkezéseinek 142. paragrafus első bekezdése a Nyakó képviselő úr által tett ügyrendi javaslatra. Az ügyrendi javaslatról a következőt mondja a házszabály. Plenáris vagy bizottságülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napi rendet érdemben nem érintő, eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.
Nyakó képviselő úr ilyen javaslatot tett. Tisztelettel kérem az elnök urat, hogy az 52. paragrafus első bekezdése szerint viszont az elnöknek az egykör meghallgatása után szavazást kell elrendelnie, vagy határozathozatat. Köszönöm szépen a szót, kérem elnök úr, hogy ezt tegye. Tisztelt képviselő úr, szeretném elmondani és megismételni. Elnapolásra házszabály szerint kizárólag az előterjesztőnek van joga javaslatot tenni, amiről az országgyűlés vita nélkül határoz. Az előterjesztő ilyen javaslatot nem tett, tehát Nyakó úr felszólalása, amelyet természetesen a 3 perces időkeret lehetőségét megkapta, egy olyan javaslatot terjesztett a ház elé, amelyről nem lehet szavazást elrendelni, tekintettel arra, hogy az elnapolást így nem lehet kérni. Egyébként felhívom a figyelmét arra, hogy a továbbiakban, ha a válaszom nem elégíti ki, a házszabály szerint természetesen az illetékes alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsághoz fordulhat a további kritikájával. Tisztelt országgyűlés, folytatjuk a ülést a 2 perces hozzászólásokkal. Elsőként megadom a szót Tukacs Istvánnak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Rogán képviselőtársam, meglep a viselkedésben és gondolati lezsersége. Az, hogy zsebrevágott kézzel beszél az ország házában, az az ön problémája, ezt én nem nagyon kommentálnám, de a gondolatai lezserek. Szabadon csoportosít tényeket, megfeledkezik dolgokra és állít olyanokat, amelyek nem igazak. Először, állami támogatással lakáshoz jutást az előző kormányok segítettek. Gondoljon csak vissza arra, hogy mit jelentett a szocpol. Állami támogatással segített lakáshoz jutást. Először. Másodszor. Ön azt mondja, hogy az a bűn, hogy megszűnt az úgynevezett államilag segített lakáshitel. Felszólásomban elmondtam, nem ez. Ha önök jónak tartották azt, hogy jókeresetű embereket befektetési célra lakáshoz segítettek, ez megint csak az önök politikája, de arra hivatkozni, hogy emiatt állt elő ez a helyzet, nem lehet. Gondoljon csak vissza arra, hogy polgármester kollégái milyen szívesen nyúltak a svájci frank alapú hitelekhez és kötvényekhez. A harmadik. Azért tartom lezsernek a gondolatait, mert ő már tud valamit, ami az előterjesztésben nincs benne. Ön azt mondja, hogy a szabad felhasználású hitelekre is ugyanúgy érvényes lesz az összes előny, ami igénybe vehető. Ugyanakkor ez nem kiolvasható a törvénytervezetből, de ha még tud ilyeneket, akkor válaszoljon egy kérdésemre. A szabad elvonulás lehetősége benne van-e a törvényben? Benne van-e annak a lehetősége, hogy miután elárverezték a lakását a szerencsétlennek, és kifizették a bankot a befolyt pénzből, fizetnie kell még a hitelt továbbra is, ami megmaradt, vagy sem? Benne van, vagy sem? Akkor lesz számomra teljes értékű, amit elmondott. Az pedig, hogy ki a bankok pártja, vagy ki nem, mi sem bizonyítja jobban, hogy önök nem tudtak eredményesen tárgyalni a bankokkal, lefeküdtek ezeknek a bankoknak, akik hiteleztek, és ezt próbálják most valamilyen módon itt az asztalra tenni és eladni számunkra. Elnök úr, köszönöm a lehetőséget. A következő felszólaló szintén 2 percben Simon Gábor, az MSZP képviselője. Én vagyok, igen. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim. Tulajdonképpen annak vagyunk tanulni, hogy az elmúlt egy évben zajlik az ötletelés, holott úgy tűnt a kormányzati ciklus megkezdésekor, hogy önök ismerik ezt a problémát, és tudják, hogy ezt a problémát hogyan kell megoldani. Az elmúlt egy év viszont arról győzött meg minket, hogy ez nem teljesen így van. Hadd idézzek egy klasszikust. Ezt a klasszikust úgy hívják, hogy Matolcsy György. Azt mondja Matolcsy György, egy állami alap révén tudják majd a bajba jutottak lakáshiteleiket deviza alapúról forint alapúra váltani. Mondta Matolcsy György, a Nemzetgazdasági Minisztérium leendő vezetője a Hír TV Kontraszt című műsorában. Ugyanezt megismételte az Estében, ugyanezt megismételte a TV2 műsorában, tehát önök arról beszéltek folyamatosan, egyébként ezt most a Fidesz.hu-ról idézem, tehát nyugodtan elolvashatják, hogy a főnökük hogyan nyilatkozott korábban. Azt mondta, hogy létrehoznak egy állami alapot, egy olyan állami alapot, amihez bárki odafordulhat és át fogják váltani forint alapúvá.
Utána folytatták az ötletelést, hiszen a miniszterelnök úr megemlítette a nagyszerű 29-es pontjában is ezt az egész kérdéskört, majd pont ön volt Rogán képviselő úr az, aki egy 8 pontos javaslatcsomagot ide terjesztett a ház elé, és azt mondta, hogy ez megint megoldja a problémákat. Most annak vagyunk a tanúi, hogy újabb javaslatcsomaggal jönnek ide a ház elé, immár több mint egy év eltelt, ez megint nem fogja megoldani. Egy hónap múlva megindulnak a kilakoltatások, amelyek egyébként most is zajlanak, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a kilakoltatások például a rezsitartozás miatt most is zajlik, és szorosan összefügg a rezsi a devizahitel törlesztéssel, tehát megint semmit nem fognak megoldani. Nagyon jól tudom, hogy önöknek még számtalan jó ötletük lesz, csak ez sajnos több tízezren, több százezren nem fogják tudni kiváltani. Az igazi megoldás kellene ide hozni, az igazi megoldás pedig egy gazdaságpolitika lenne, aminek az lenne az eredmény, hogy a forint erős legyen. Két perces reagálásra következik Gúr Nándor, az MSZP képviselője. Köszönöm, elnök úr, nem reagálok, véleményt mondok. Szóval ez a ház az elmúlt egy esztendben oly sok badarságot hallott ezen kérdéskör kapcsán is, és egyéb kérdéskörök kapcsán is, ami szinte már elviselhetetlen. De az még elviselhetetlenebb, amit el kell szenvedniük azoknak a devizahiteleseknek, amivel szembe kell nézni akkor is, hogyha azt a fajta támogatást, amiről önök beszélnek, igénybe kívánják venni. A másik része a történetnek az, hogy 5 évre visszamenőleg, 5 évre előre nézve bebélyegezni azt, hogy mi fog történni, szerintem senki nem tudja megmondani, e ház falai között sem, Rogán Antal képviselőtársam sem. Még az sem, hogy esetleg az ő képviselőtársai között lesznek olyanok, akik államcsődöt fognak vizionálni, és ennek a vizionálása az a deviza hitelesekre milyen fajta kártékony tevékenységet fog folytatni, vagy hozni. Azt is hozzáteszem egy mondatban, hogy önök nemzeti együttműködésről beszélnek folyamatosan, és mindig csak azokat kerülik ki, akikről az érintett dolgok szólnak, csak azokkal nem egyeztetnek. Hát ez a szociális konzultáció is erről szól. Megkérdezik, de nem érdekli önöket az, hogy mi ezekre a válasz. Cselekednek egyébként úgy, hogy közben nem mentővet, hanem hurkot raknak az emberekre. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Két perces felsorolásra következik Simon Gábor, az MSZP képviselője. Köszönöm, elnök úr, én később kívántam és inkább szakmaibb észrevételeket tenni, de Rogán úr hozzászólása kicsit lelket lehelt ebbe a vitába. Néhány megjegyzést szeretnék ehhez hozzátenni. Képviselő úr, mi jóban rosszban együtt vagyunk a devizahitelesekkel, tehát nyugodjon meg, hogy ezt a problémát nem csak a korábbi, hanem a mostani szakaszban is pontosan értjük és támogatjuk a megoldást. De néhány kérdést hadd vessek föl. Most a nemzeti eszközkezelő, ami létre fog jönni, az költségvetési pénzből, vagy a bankok által finanszírozott módon fog segíteni? Mert mind a kettő tételt hallottuk már önöktől. A 30 millió forinti ingatlanoknál, ahol a kilakoltatás megindulhat, hallott-e ön már olyanról, hogy a piacon hát jönnek létre olyan cégek, akik majd le akarják fölözni ennek a hasznát? Segítem majd ennek a feltérképezésébe, hogy ez a méltánytalanság ne történhessen meg. Aztán mi a helyzet azzal a kérdése, hogyha 2014 után esetleg nem fog jelentősen javulni az önök áldásos ténykedésének ellenére sem az árfolyam, hogy akkor szembesültek-e azzal, hogy a mostanihoz képest 7%-kal, illetve a csökkentett törlesztő részletnél 30%-kal fognak többet fizetni a devizahitelesek. Önök ezt megmondták-e a devizahiteleseknek? Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén két perces felsorolásra következik Józsa István, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Javaslom Rogán elnök úrnak, hogy alakítsa meg a legújabb Rogán kommandot, amelyik azt fogja ellenőrizni, amit most mondott és beígért az elszenvedőknek. Ugyanis szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy a bajnai kormány tevékenységének a végén, amikor az országgyűlési választások voltak, 180 forint volt a svájci frank. Tehát a bajnai féle konszolidáció sikeres volt. A deviza hiteles probléma az önök hozzá nem értő és túldimenzionáló nemzetcsőd megnyilatkozásainak eredményeként alakult ki. Tehát azt a problémát kell megoldani, amit önök generáltak. Hogy miért vettek föl ennyien devizahitelt? Azért, mert biztosnak érezték a helyzetüket, és optimisták voltak. Tehát amikor önök a 8 év romjairól beszélnek, akkor ne tessék elfelejteni,
hogy 2000-2003-ban ez a társadalom rendkívül optimista volt, olyannyira, hogy 2006-ban meg is választott bennünket újra, parlamentbe többséget szereztünk. Tehát az egy pozitív társadalmi hangulat volt. Önök reményt próbáltak adni a gazdasági válság idején, és ennek a reménynek nem tudnak most megfelelni. Cserben hagyják azokat, akiknek azzal kecsegtették, hogy segítenek megoldani a lakhatási problémát. Önök eltőzsdézték az eszközkezelő 500 milliárdját, tegnap éjjel vitatkoztunk róla, hogy MOL részvényeket vásároltak, ami semmiféle vagyongyarapodást nem jelent, egy pénzt átváltott részvényre. Ez a lakásvagyon, ez viszont fizikailag létező, tehát meg kellett volna gondolni, vagy az ESZ hiába nem kellett volna otthagyni a gazdagoknál 500 milliárdot, és akkor nem lenne eszköztelen az eszközkezelő, vagy pedig a tartalékot nem kellett volna eltőzsdézni. Köszönöm. Két perces felsorolása következik, Koszorús László, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Hát elképedve hallom az MSZP hihetetlen gazdasági fejtegetéseit, mint hogyha hirtelen az elmúlt 8 év után magukhoz tértek volna, és szakmai típusú kritikákkal élnek. Azért azt ne felejtsük el, hogy az elmúlt 8 évben sikerült önöknek több mint 12 ezer milliárd forinttal növelni az államadósságot. Az elmúlt években a banki hitelesek és a banki problémákkal, hiteltörlesztési problémákkal küzdködő állampolgároknak igazából kezet soha nem nyújtottak, nem nyújtottak akkor, amikor egyébként több mint háromszor nyújtottunk be egy 10 pontból álló banki fogyasztóvédelmi csomagot a parlament asztalára. Nem segítettek rajtuk, amikor arról volt szó, hogy a kezelési költségtől kezdve a hitel előtörlesztési költségen át az egyoldalú szerződésmódosításokról volt hangos az ország közvéleménye. Önök lényegében egy dolgot tettek, és a Tukacs Istvánnak a pofátlan és egyben pimasz kijelentésére reagálnék, hogy kifeküdt le valójában a bankoknak. Talán önök voltak azok, akik nem törvényi eszközökkel, holott meg lehetett volna a többségük, meg lehetett volna az országgyűlésbe hozni azokat a szabályokat, amiket Csehországban meghoztak. Nem, önök mit tettek? Létrehoztak egy etikai kódexet, amit valójában a pénzintézetek tudjon része még alá sem írt. Tehát amikor arról próbálnak itt az országgyűlés falain belül kioktatni minket, akik egyébként törvényi eszközökkel az elmúlt egy évben próbáljuk menteni azt, amit az önök elmúlt 8 évében a bankok térhódításaként, az állampolgárok kárként elviselnek. Na most pont önök próbálják itt előadni azokat a szakmai jellegű dolgokat, amiket egyébként az elmúlt 8 évben nem hoztak meg. Mindemellett a GDP arányos adósodáltságunk 53%-a, 81%-a ment. Tehát úgy gondolom, hogy talán a vita további részeiben nagyobb fajta szerénységét és talán több önkritikát kellene gyakorolni, kedves képviselőtársam. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Két perces felsorolása következik. Tóth Csaba, az MSZP képviselője. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt országgyűlés! A törvényjavaslat értékesítési kvótarendszer szabályai több kérdést vetnek fel. A javaslat szerint július 1 és október 1 között a 30 millió forintnál nagyobb értékű ingatlanok, amely 20 millió nagyobb hitelösszeg terhei, azok között lehet az árvezést megkezdeni. A teljes hitelállományt nézve ez a 8%-a a problémás hiteleknek, ez kb. 7200 lakást jelent. Ha ezt az éves lakásforgalom függvényében nézzük, akkor érdekes számokat látunk. 2008-ban 140 ezer darab volt az értékesített lakások száma, ez 2010-ben 73 ezerre csökkent. Ha ezt a 7200 lakást nézzük, amely a piacra kerülhet, ez a tavalyi évnek a 10%, közel 10%-át teszi ki. Kérdés, hogy milyen területi, méretbeli, illetve minőségi megoszlásban találhatók ezek a lakóingatlanok, illetve hogy a moratórium feloldása végül milyen területi felosztás határoz majd meg. Kérdés, hogy valóban elárasztják a hitelintézek a több mint 7000 nagyértékű lakással a piacot, gyengítve így a pozíciókat, illetve kérdéses ezek a lakások piaci megoszlása. Amennyiben a hitelintézetek a tömeges piacra dobás mellett döntenének, úgy nem kizárt egy jelentősebb áresés a legértékesebb ingatlanok között. Mivel pontos információk nem állnak rendelkezésre, azzal kapcsolatban, hogy a nem fizető nagyértékű lakások, inkább nagyobb vidéki házak, téglaépítésű társasházak, esetleg újszerű modern otthonok,
ezért jelenleg azt sem lehet biztosan meghatározni, hogy ezeknek a lakásoknak a piacra kerülése hogyan érinti például az új lakások piacát. Köszönöm szépen. Kétperces felsorolása következik, Spaller Endre, a KDNP képviselője. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim, és elsősorban tisztelt szocialista képviselőtársaim. Én gondolkodtam, ahogy hallgattam Simon Fogyasztóvédelmi Bizottsági elnök urat, aki azt mondta, hogy hát milyen jó lenne a szabad elvonulás jogát most törvénybe iktatni. Én gondolkodtam, akkor őt hallgattam. Én gondolkodtam, hogy vajon az önök idejében volt-e ilyen, és csak én nem emlékszem rá, és akár gondolkodtam, arra kellett jönnöm, hogy az önök idejében abban a 8 évben, amikor ez a nagy probléma csomag kialakult, az önök idejében nem volt ilyen. Tehát úgy tűnik, hogy amit kormányon nem tudtak megoldani, azt most ellenzékből persze nyilván könnyű, hiszen se tétje, se egyébként amúgy sincsen lehetőségük megoldani, meg esélyük sincsen, meg nem is volt soha, hiszen csak létrehozni tudták a problémát, megoldani nem. Köszönöm. Két perces felsorolása következik, Sejrin Gábor, az LMP képviselője. Köszönöm szépen a lehetőséget, hát érdekes hallgatni ezt a vitát. Azok a szocialisták vitatkoznak most a kormánypárti képviselőkkel, akiknek a banki magatartási kódexig, etikai kódexig sikerült eljutnia, akiknek a kormányzása alatt a kelet-európai bankok 2-3-szor akkora profitra tettek szert a devizahitelezés és a teljesen szabályozatlan körülmények miatt, mint a nyugat-európai bankoknak. Ezek a képviselők vitáznak most azokkal a fideszesekkel, akik annyira tartják fontosnak a devizahitelezés problémájának a megoldását, hogy sikerült erre 5 milliárdot találniuk, míg a legnagyobb keresetőek adócsökkentésére 500 milliárdot, vagy a MOL részvényekre másik 500 milliárdot. Ez a helyzet, eléggé rosszul állunk. Az LMP már számos alkalommal megfogalmazott olyan javaslatokat, amelyeket rövid és hosszú távon is meg lehetett volna valósítani, különösebb nehézséget nem okozott volna. Az egyik ilyen, hogy a bankadó helyett hosszú távon egy spekulációs adót kellene bevezetni. Ez rendszer szinten korlátozná a bankok spekulatív működését, korlátozná azt, hogy túlzott kockázatvállalással lehetetlen helyzetbe hozzák a gazdaságot és a gazdaság hosszú távú működését, és ezzel lehetővé válna az, hogy kiváltsuk a bankadót, és a bankokat határozottabb és jelentősebb felelősségvállalásra ösztönözzük a másik alapvető javaslatunk mentén, amely egy közös felelősséggel létrehozott ingatlan piaci alapra vonatkozna. Ebbe a bankok kötelezően bevinnék a rossz követelésállományukat, és az állam is és az önkormányzati szektor is beszállna. Ezzel egy 3 felelősségi körből összeálló ingatlan alap jönne létre, 2 nagyságrenddel nagyobb értékben, mint amit most a kormány javasol. Harmadrészt számos hosszú távú megoldási javaslattal is előálltunk már. Ilyen volt a követeléskezelésre vonatkozó javaslatunk, vagy a védett számlának a bevezetése, vagy a KNH és bárlista újra szabályozása, nem sorolom most fel újra. Egyiket sem tudták támogatni, tehát nagyon úgy fest, hogy elég kevés képviselő ül a házban, aki komolyan venni a devizahitelezés helyzetének a javítását. Köszönöm szépen. Szintén két perces felsorolása következik, Lenhardt Balázs, a Jobbik képviselője. Köszönöm. Én is szeretnék állást foglalni, hogy nehogy már a két fél vitájával szűküljön ez az egész mostani kérdéskör tárgyalása, és csatlakoznék ellenzéki képviselőtársamhoz. Én azt gondolom, hogy mind a két régi nagypártnak lenne mit sepregetni a saját portálja előtt, tehát valóban nevetséges az a fajta állásfoglalás, amit a devizahitelezés 2004 óta tartó felfutása közben végig asszisztáltak a szocialisták, semmit nem tettek érdembe, és valóban a bajnai kormány alatt egy etikai kódex elfogadását állították be, mintha ők hűde megrendszabályozták volna ezt az egész pénzügyi szektort, holott ehhez való csatlakozás önkéntes volt, és gyakorlatilag nem is volt szankcionálható, hogyha nem tartják be. Ezzel szemben a Fidesz, az első Orbán kormány idején módosította a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényt, megnyitva egy olyan feneketlen mélység felé, a pokol felé vezető utat, akár kicsit drámaian így is fogalmazhatnék, ez a 210-es paragrafusról van szó, amit 2001. december 18-án szavazott meg a parlament,
Többek között Rogán Antal is, aki most a devizahitelesek megmentője szerepében szeret tetszelegni, ha épp nem bulvár kötelezettségeinek tesz eleget. És ebbe van az a hármas számú bekezdés, ami lehetővé teszi a pénzügyi intézetek számára, hogy egyoldalúan módosítják a hitelek, kamatok, díjak tekintetében a hitelszerződéseket. Hát ez botrányos, és akkor beszéljünk az önök felelősségéről is, álljanak föl, mondják el, hogy milyen lobby érdekek és milyen nyomás nehezetett önökre, hogy ezt el kellett fogadják. Ez borította föl az egész polgári jogban elfogadhatatlan feltételrendszert, ahol mikor nem a bankok és a hitelfelvevőknek az egyenjogúságáról van szó, hanem a bankok